A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézői december 5-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban két színházi és egy balettszínházi bemutatóval várom Önöket, majd jön a hagyományos kettcsináló kultúrmix, végül pedig ellátogatunk László Zsolt költő születésnapi találkozójára. Tartsanak velünk! A Vörösmarty Színház Bagó Bertalan rendezésében mutatta be Bereményi Géza és Kovács Krisztina Apacsok című darabját. A darab két időségben mutatja be 60-as évek traumáit, amikor sokan az indián életet választották. Nyári bőréből csináljuk sátrainkat, téli bundájából pedig a takarókat és a mokaszínokat. A Bereményi Géza Kovács Krisztina szerzőpáros darabja a szocializmus világából kiábrándult emberek felelős döntésének tragédiába torkolló történetét mutatja be. Akik időről időre kiköltöztek családostól a Bakonyba és megpróbáltak úgy élni, beszélni és gondolkodni, mint az indiánok, tisztán és egyszerűen, őszintén, valóságos erkölcsi normák mentén. Az Apacsok két időségben játszódik, az egyik a 60-as évek, amikor játsszák az indiánt, majd azt is látjuk, hogy megfigyelik őket, zsarolással beszerveznek közülük egy besúgót. A történetet keretbe zárja a mai kor világa, amikor egy kuratóriumi ülésre látogatunk el egy filmforgatókönyv kapcsán. Igazából ez egy fikció, de felhasználtak olyan levéltári adatokat, amik gyakorlatilag egy valóságos gyökből fakad az egész történet. Amikor voltam Veszprémben egy sajtótájékoztatón az Apacsokkal kapcsolatban, oda jött hozzám egy újságíró, és azt mondta, hogy az ő tanára, aki Miskolcon volt, az feltehetőleg ez az ember volt. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ezek olyan archetípusok, vagy olyan felismerhető alakok, akire ráismerhetünk, vagy találkozhattunk vele. Üljön vissza! Továbbra is tagadod? Nem. Szeretném módosítani a vallomásomat. Kormos is. John Caldron. John Caldron. Valóban járt Magyarországon. Lábodi Ádám Fekete Hold az indián kincstáros a férj és apa szerepében érzékelteti, hogy minden erejével benne él az egyre torzabb és hazugabb világban, miközben folyamatosan szorongást gyötri. A darab végén már-már ember fölötti küzdelemre van szüksége, hogy ne essen szét a személyisége. Egy olyan dologról szól, ami az egész létezésünket a mai napig nagyban meghatározza és befolyásolja, azt hiszem. Valóban ezzel a korral valahogyan még nem sikerült elszámolni, talán régebbi korokkal sem feltétlenül, de ezzel így a magyar néplélek még nagyon nem tudott mit kezdeni. Ezzel az egész besúgó rendszerrel kapcsolatban, azzal, hogy kik voltak ügynökök és kik nem. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szép történet, és már nyáron is nagyon jó volt ezzel foglalkozni. Nagyon hamar be is szippantott minket, azt hiszem, akik ezt csináltuk. Engem legalábbis nagyon. Ezek szerint ismeri a tartalmuk. Indián téma. Mr. Caldron ugyanis született indián. Vérszerinti apacs. Rezervátumban él Arizonában. És váltottuk vele négy levelet. Ugyan, Sándor, hát... Na, én hatról tudok. Kettő nem. Ha nem? Technikai rajzok. A levelek etnográfiai jellegű leírások. A darab színről színre megmutatja, hogyan szüntetik meg egy ember tartását, miként teszik tönkre a lelkét. Sági Tamás a szürkeses szerepében megtörik és eldobja életét, így a halálba menekülve áldozatból hőssé válik. Bár ilyen egyszerű lenne az élet fekete és fehér, de amikor egy embert megzsarolnak olyan dolgokkal, hogy család,
életelvesztése, ellehetetlenülés, akkor igen, megbicsaklik az ember, és akkor mit tud rá mondani? Besúgó? Szemét besúgó? Hát nem. De hát ezt tudjuk jól egyébként, vagy legalábbis én egy picit nem sokat, tehát nem akarok itt tetszelegni, hogy túl sokat tudnék erről a dologról, de azt azért olvastam, hallottam és láttam, hogy ezeknek a beszervezett embereknek a 80%-a egyszerű, normális emberek voltak. Megbeszéltük, hogy maga soha nem keres, megvárja, míg én jelentkezem. Igen, de ez most sürgős. Igen? Akkor miért mondta le a két előre beütemezett találkozót? Nem csak a rendeset, hanem a biztosítottat is. Jó, tudom, karácsony volt Imre, de megbeszéltük, hogy a hálózati munka legsebezhetőbb pontja a kapcsolattartás. Jáspár Sándor beszervező tisztként szemtelen és cinikus, a múltját takargató mindenkin és mindenen átgázolni kész gazember, aki a közös múltunk borzongató történetének egyik minden erkölcsi normát felülíró, de nagyon is valóságos személyisége. Minden jó bereményi írás természetesen nekem, mint színésznek egy külön izgalmat jelent, arról nem is beszélve, hogy végül is mégiscsak egy kortárs magyar darabot mutatunk be itt Székesfehérvárott, még ha a történet egy picikét a múltba is visszakalauzol bennünket, de mégiscsak a mában játszódik. És ennek színészileg túl ezen a örömteli nehézségen, az is egy tanulsága már így emberként számomra, hogy azok a ki nem beszél dolgaink, amik így a magyar legújabbkori történelemben jellemző volt ránk, a ki nem beszélt feszültségek, tények, helyzetek problémája, ez napi nap tapasztalhatjuk, aki a mában él, hogy mennyire végig kíséri a jelenünket. Hogy a Sanyikén, igen, hát megtalálták nála az amerikai leveleket, meg a fegyverek rajzait. Hát ez hülyeség! Hozzátok is jönni fognak, nem sokára itt lesznek! Ne arra úgy csak. Nagyon elfáradtam. Szól valami? Nem, köszönöm. Szürkesas felesége Csilla a kornak megfelelően a háttérben figyelő és szerető társ, akinek ugyan nincs érdemi beleszólása a történésekbe, ugyanakkor a kulcspillanatokban kiemelten fontos a jelenléte. Az én karakterem, ő ugye a felesége a Sági Tominak, ami hát elég kemény, hogy tulajdonképpen rögtön úgy kezdődik, hogy a férjem temetésén vagyunk, ami hát nagyon megrázó és nehéz feladat. Aztán utána kibontakozik, hogy tulajdonképpen ez így miért is történt. Az apacs erős és büszke. Szürke sasfőnök bölcsen és okosan vezette őket. A varázsló fekete volt, aki jól értette a tüzet, a vizet és a szellemet. Egri Márta számára is szívdobogtató ez a történet, amelynek mélységeit ideje feltárni. Ez egy nem dupla fenekű, talán tripla fenekű a színdarab, ami szerintem remekül van megírva Bereményi Géza és Kovács Krisztina alkotása. Olyan, mint egy igazán jó krimi. Egy ügynök történet, hogy szerveznek be az Államvédelmi Hatóság, az akkori AVH, ez a 60-as évek elején játszódik, hogy szerveznek be, vagy hogy válik besúgóvá az indiánok között, az indiános dit játszó fiatalok közül egy fiú. Bakó Bertalan így fogalmazott a darabról. Ha a nézők megérzik, hogy mindenkinek megvan a saját igazság, akkor elértük a célt. Minden szereplőnek megvan az oka, indítéka, hogy mit miért csinál. Ezért is gondolom, hogy ezt a fájdalmas múltat mindenképpen újra kell nyitni. Dóka Péter nagy sikerű kisregényének színpadi változatát tűzte műsorra a Vörösmarty Színház. A darab, a Kékhajú lány, Kerkai Rita rendezésében került színre a Pelikán fészekben. Boldog szűnő napot,
Kerkai Rita rendezésében a Pelikán fészekben mutatják be Dóka Péter a Kékhajú lány kisregényének színpadi adaptációját. A lány vámpirokat rajzol, fekete a körme és kerekes székben ül. Ő Mira, a kékhajú lány, aki éppen várja a csodát, mert csodára néha szükség van, főleg egy kórházban. De nem a csoda érkezik, hanem a 13 éves Olivier. A fiúnak nincsenek barátai, a plüss patkányával alszik, és szeret felmászni a magasba. Kórházba is azért került, mert leesett egy fáról. Nekem olyan ez a történet, mint Mirának a mesék a halhatatlan vámpírokról, akik nem halhatnak meg, mivel már meghaltak. Hogy azt éreztem, hogy ez egy olyan történet, ami nekem személy szerint erőt ad, úgy, mint ahogy Mirának ezek a mesék, és hogy van egy történet, ami egyáltalában nem realista, de mégis valahogy olyan elemeket tartalmaz, amivel mindnyájan már találkoztunk, akár közvetlen közel a saját életünkből, a saját tapasztalat, akár ismerősökön keresztül, akár csak hallottunk róluk, és hogy ezt valahogy, ezt a sokféle emberi sorsot sűríti ez a történet egy gyönyörű, szép jelenkori mesébe, ami egy kórházban játszódik, és hogy valójában a csoda az, hiába jó cselekedetek vannak, szóval abszolút meseszerű az egész, és próbált áll ki a főszereplő fiú Olivier, mégis valahogy a valódi csoda az, hogy találkozni önmagaddal. És hogy azt, amit önmagadban megkeresel, kőkemény munkával, azt valahogy oda eljutatni másokhoz, hogy az a másik életében is hasznos legyen. Sziasztok! Hello! Hello! Mit csináltál? Semmit. Akkor nem ide hoztam volna. Ide a problémás gyerekek kerülnek! A gyerekosztály a kalandok, a titkok és a furcsa álmok helye. Olivier itt barátokra talál, és sokkal jobban érzi magát, mint odahaza. Mindenki megpróbál segíteni, aki beteg vagy boldogtalan, de leginkább egy valakit szeretne megmenteni, a félelmei elől álomvilágba menekülő kékhajú lányt. Rengeteg traumáról szól, és rengeteg traumának a feldolgozásáról kell, hogy szóljon ez a darab, de szerintem ez nagyon fontos, hogy fiatalok ilyen szinten tudatában legyenek esetleg a traumáiknak a feldolgozásával, ennek a fontosságáról beszélni nagyon fontos, és én ennek nagyon örülök, hogy én ezt az Olivier szerepet így meg tudom formálni, és esetleg segíteni azoknak a fiataloknak, akik nem feltétlenül mernek beszélni, vagy mernek gondolkodni hasonló traumáknak a feldolgozásáról. Sokszor repülök. Szerintem előző életemben boszorkány lehettem, vagy bárki. A vámpírok tudnak repülni? Azok tudnak, csak igazán nézd. Mira, Olivier lánytestvére szerepében, kis Diana számára meghatározó, hogyan kell túlélés helyett élni. El is kell, hogy gondolkodjunk, főleg azon a egyik legfontosabb szó, hogy empátia, ami tényleg tanulható, viszont egyre kevesebb van belőle a világban, és szerintem egyre több ember nem tudja, hogy mit is jelent ez a szó, és hogy kell empatikusan és szeretettel fordulni egymáshoz. Ahogy ebbe a darabba látszik, hogy négy színész egy ilyen pici térben, hogy tudja megmutatni azt a nézőknek, hogy kell empátiával, szeretettel létezni, és hogy kell elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amik elkerülhetetlenek, de egyszerűen el kell őket fogadni, és úgy kell tovább mennünk, hogy velünk van, de nem cipeljük úgy a terhet. Én mindenre annyi a szárnyat rajzolok. Peti vagyok. Tuti a gipszer. A rajzolatok... Kelemen István megformálásában különböző karakterek mutatják be, miként lehet a meg annyi problémakört hitelesen körbejárni. Gyógyítani próbálunk azokat a megélt gyerekkori, felnőttkori traumákat, amiket nem tud kibeszélni az ember, vagy nem tudott kibeszélni gyerekként az ember, azokat megpróbáljuk orvosolni. Azt mondja Karinti Frigyes Ernő, hogy a 20. század analitikusai szétszették az embert, jöhetne már valaki, aki összerakja. Mi van? Megőrült a sok többen? Mi lehet? Csak a bohóc doki miatt ilyenek. 9 órára jön. Csuda, húkás egy ilyen bohóc doki. Én is nagyon várom már.
Ladányi Júlia szerepei a traumák megoldásaira fókuszáló autoritás és a fekete folyosós titokzatos érzékenység, az elkeserítő környezetben lubiszkolás egyvelege. Ezek a legfelszabadítóbb dolgok, amikor olyan dolgokkal foglalkozhatunk, amik tényleg körülöttünk vannak. Nem, ez egy gyerekekről, a gyerekek gyengeségeiről, ártatlanságukról, erősségeikről szól. Ez nagyon felszabadító ezzel foglalkozni. Tudtam, hogy eljössz. Engem nem lehet csak úgy ott hagyni. Nem számít, hogy van-e hajam. Most se számít, hogy van-e lábam. Semmi sem számít már. A darab empátiáért kiállt, hiszen olyan tabu témákat feszeget, mint betegség, halál, amiről a felnőttek nem mernek beszélni, mert ők maguk sem tudnak a saját félelmeik miatt, vagy mert meg akarják spórolni a szembesülést a ténnyel, hogy valamennyien mulandóak vagyunk. És különleges estre invitálta a nézőket a Balettszínház, a Vörösmarty Színházban a társulat székesfehérvári első bemutatójának darabja a Blablabla, majd Egerházi Attila új koreográfia a Nomádokkal került színre. Hagyó darabba készült évadnyitó előadására az ebben az esztendőben 5. születésnapját ünneplő Székesfehérvári Balettszínház. Egerházi Attila koreográfiájával és rendezésében a Nomádok című ízig-vérig mai táncnyelven megfogalmazott táncjátékkal várják a nézőket, amelyben a kortárs balett világa ősi zenei témákhoz nyúl vissza. Az este első részében a fél évtizeddel ezelőtt bemutatott első táncvers darab, a Blablabla, a kommunikáció csapdáit veszi górcső alá. Azért is érdekes, mert ugye ez volt az első darab, ami itt a Vörösmarty Színház színpadán előadtunk, ezt kimondottan ennek az új társulatnak, illetve még nem meglévő társulatnak, hiszen ezt akkor készítettem, amikor még nem alakult meg a Székesfehérvári Balettszínház, de már 4 táncossal itt voltunk a városban, és dolgoztunk, és aztán ez volt a nyitó darab, ez volt az első. Darab leképezi az ősi magyar népmesék központi figuráját, a vándor legény alakját, aki tarisznyájával a vállán nekiindul, hogy szerencsét próbálva felfedezze a világot és benne saját magát. Ezt most ezen a különleges estén mindenki megteheti, ha felölti a virtuális vándorgúnyát, bizonyosan nem fog csalódni. Készítettem a társulat számára, aminek a díszleteleme, ennyit lehet talán spoilerezni, egy nagy lejtő. És ezen a lejtőn táncolnak. De ez egy akkora méretű lejtő, hogy ez nem fér be a próbaterembe. Tehát ez azt jelenti, hogy először itt a színpadon, az első színpadi próbán, azaz tegnap találkoztak a táncosok. Egész nap ezt próbáltuk, kvázi koreografáltam, illetve dolgoztam együtt a táncosokkal, hogy azok a hiányzó, szabadon hagyott részek, azok hozzáillesztődjenek a baletthez.
Az ősbemutatót a Kortárs Balett kedvelői november 8-án 19 órakor tekinthetik meg a Vörösmarty Színházban. Folytatódott a Kett csináló Kultúrmix, a Viktória Rehabilitációs Központban színes, látványos műsorral várták a jótékonysági est vendégeit. Folytatódott a Viktória Pódium Kett csináló Kultúrmix kulturális programsorozat, amely a Viktória Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, és a város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Okoz néha némi fejtörést, hogy ki is legyen a következő vendég, illetve hát már előre folyik a szervezés és a meghívások. Már van, akit a jövő havi program vendégeként tudhatunk. Egyelőre ezt nem árulom el, hogy kik. És hát valóban próbálom úgy összeállítani a programot, hogy mindenkinek legyen kedve szerinti szereplő, illetve hogy olyan új arcokat ismerhessen meg, akiket eddig nem látott, akikkel nem találkozott. Mindez ideig beteljesítette azt a reményt, amelynek mentén először megfogalmaztad, hogy igenis a jótékonyság estélyeknek itt helye van? Igazából az anyagi részét, a bevétel részét is talán beteljesítette, de most úgy tűnik, hogy ez már picit háttérbe is szorult. Ugyan mindenki úgy jön, hogy jótékonykodik azzal, hogy ide jön és bedobja a maga kis adományát a ládikóba, de várják már ezt az alkalmat többen, tehát jegyzik a naptárba. De van még szabad szék, most egy kicsivel több van a teremben, mint eddig szokott lenni. Reméljük, hogy nem marad nagyon sok üresen. A megnyitott követően a Mics Péter Györök Máté duó koncertjét kísérhették figyelemmel a zenebarátok, akik ismét varázslatos dallamokkal lopták be magukat a nézők szívébe. A doktor úrra régi a kapcsolatunk már, és más alkalommal is hívott bennünket muzsikálni, illetve itt például tavaly játszottunk egy másik rendezvényen, amit pedig a Csutiné Böbe rendezett, egy nagyon nagy sikerű teltházas rendezvény volt, úgyhogy ide nekünk jó érzés visszajönni, kellemes hely, bízunk benne, hogy most is tetszeni fog a produkciónk a közönségnek. Pechtold Lajos ezúttal egy korszakos új könyvvel jelentkezett, amelyben bemutatja a vadászkamara tagjait, azokat a társait, akik sokat tettek a magyar vadászkultúra fennmaradásáért. Az első nagyművünk volt ugye a Fejér megyei vadászok kiadványa, ami lényegében az első csoportnak a megjelenése, tehát azok személyek, akik a megyében kiváló vadászok, vadgazdálkodók voltak, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben is, akik példamutatóak, és mindenki által elfogadott hiteles emberek. Tehát egy rendkívül fontos az, hogy maga azon személyeknek a bemutatása, akik példaképek lehetnek a jövő nemzedékeinek, illetve a felnövekvő nemzedéknek. Ez az idősebb korosztály inkább, és megcéloztuk mellette a gyereke programokkal a gyerekeket is. Erre is csináltunk egy kiadványt, az a címe, hogy a Kisvadász nevében is benne van, és a három lépcsősbe beletartozik még az ifjúság, amiben már egy sokkal érettebb, felelősebb felnőtté válást szeretnénk elérni velük, és ők azok, akik most nemzedékbe bejönnek a vadászatba. Jogszabályi lehetőséget is megkaptuk erre, és mellette mi már nagyon régóta csináljuk a Vármegyében egyébként ezt az oktatási összeállítást. Tehát gyerekek, ifjú vadászok, fiatalok, illetve az idősebb emberek részére. A rendezvény keretében a résztvevők megtekinthették Vadász Erzsébet gyöngyfűző iparművész, a Magyar Gyöngy Egyesület tagjának míves alkotásait is. 33 évvel ezelőtt kezdtem el a gyöngyfűzést,
Először a munkahelyemen kezdtem el tanítani a gyerekeket, még akkor olyan kis alapszinten dolgoztam, és később sikerült bekerülni Budapestre a Magyar Gyöngyegyesületek tagjai közé, és ők rendszeresen szerveztek táborokat, ahol el tudtam sajátítani a népi ékszerek készítését is, és fejleszteni a tudásomat, ahogy itt látható. A Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat is szolgál. A támogatásokat, az estembe folyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja. Bensőséges hangulatú beszélgetéssel köszöntötték László Zsolt költőt, a Vörösmarty Társaság tagja, a 60-asok klubjának tagja lett. Ünnepi találkozót rendeztek a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai dísztermében. A társaság tagjai 60. születésnapján köszöntötték alkotótársukat, a jelenkor honi költő nemzedékének egyik legkiválóbb tagját, László Zsoltot. Azért vagyok most a mondandómat illetően könnyű helyzetben, mert itt a Vörösmarty terem falán itt van egy kiváló festőművésznek a kiállítása, Benkőcsi Gyulának, aki hosszú-hosszú betegség, nagyon komoly betegség után, még túl a 80-on is rendkívül termékeny, rendkívül sok képet fest, rendkívül sok kiállítása van országszerte. És ezek között, a képek között jutott eszembe, hogy valószínű, hogy ezt a sok nehézséget azért tudja ilyen életerővel és jókedvel végigélni és leküzdeni, mert hogy alkot. László Zsolt esetében is ez jutott eszembe. Mint mindnyájunknak, László Zsoltnak is természetesen vannak az életében nehézségek, problémák, gondok, keserűségek, és ő végig alkotta az életét, úgyhogy soha én tőle egy panaszszót nem hallottam, hanem írja, ilyen körülmények között írja a szebbnél szebb tartalmas verseket, verseit, olyanokat, amivel én azt mondom, hogy a kortárs magyar költészet egyik legkiválóbbja. László Zsolt első műve 1999-ben jelent meg Vándorfüzér címmel. A költő azóta további 8 kötetet jegyez, az utóbbi időben prózai írásokkal is jelentkezett. Az idei évben Távlatok című versével ő nyerte el a Vörösmarty Társaság Vajda János díját. Az ünnep még csak ezután jön. Nyilván megállok időnként gondolkodni, mert muszáj. Tehát azért az ember az évek múltával közhelyesnek tűnik, de valóban komolyodik. Én nálam a komolyság inkább egyfajta bölcsességet jelent a folyamatos újragondolással és bizonyos dolgoknak a felülértékelésével. Ez én szerintem, amit eddig tettem, abból fakadó kötelezettség is. A kötelezettség nagyon sokat jelent ebben a felgyorsult világban. Mi az, amit folytatni szeretnél, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egyrészt ez nem csak szándék, hanem valóság, másrészt pedig a írói attitűdöd is változott némiképpen. Igen, mert úgy gondoltam, és hivatkoztam is az utolsó kötetemnek az előszavában arra, hogy ahogy múlnak az évek, rájöttem egyre inkább arra, hogy nem kell mindent abszolút komolyan venni. Ez nyilván nem arról szól, ez a vélemény nem azt tartalmazza, hogy mindent komoly tanítani kell. Én úgy gondolom, hogy a lírai szövegnek a lazítása bekövetkezhet, megtörténhet úgy is, hogy nem rontjuk a nyelvkészletünket. Most ez egy nagy kísérlet egyébként, mert ugye lirából átváltani prózába nem egy mindennapi, nem egy egyszerű dolog, de bizonyos szempontból én erre már régebb óta készülök, tehát az élményanyagom elég nagy, még nem fogyott el. Úgy gondolom, hogy az
olvasottabbá váló szöveg, vagy olvashatóbbá váló szöveg, az könnyebben elér ma rohanó világba bárkihez, mint a lírának egy tömör 4-5 soros verséből fakadó dolog, amit ugye meg kell gondolni. Tehát a jó vers az gondolkodtat, az rákényszeríti az embert arra, hogy gondolkodjon. Nyilván a próza is, de valamilyen oknál fogva úgy látom, hogy ezek az egyperces novellák, rövidebb elbeszélések, elalvás előtt, buszon utazva, vonaton utazva, valahogy könnyedebb helyzetet teremtenek az olvasó számára, és talán jobban is szeretnek ilyen jellegű szövegeket olvasni, mint verseket. Nem tudom. Részemre ez egyfajta kísérlet egyébként, de úgy látom, hogy amit ezekkel a prózai szövegekkel tettem, tehát a váltás ugye a lírából, versekből, a prózából, elég jó hatásfokkal dolgozik. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítette, fontos, hogy a jelent köszöntve a jövő érdekében megálljunk egy pillanatra, és fejet hajtsunk egy-egy ilyen ünnepen, megtisztelve az arra érdemest. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.